Sziasztok, Neo 12 vagyok, és ma a Sir Hanis csatáját láthatjátok. T-110E5-ös amerikai 10-es heavy-ben ülve. Ószállingos Himmelsdorfon vagyunk, az esélyünk pedig 71%. Sir Hanis jelenleg a VTEPS Legend, tehát a VTEPS harmadik lányának a parancsnoka. Egy bázisos csatát játszunk, a 9-es nullás sor elejére, illetve végére rakja a csapatokat. Érdemes ilyenkor felmenni a felső részbe, hiszen aki azt a részt veszni hagyja, az megkockáztatja, hogy a hátába kerülnek. A kemény tankok, illetve a nagyot lövő tankok általában felszoktak jönni, még a medek, illetve lightok, esetleg TD-k pedig lemennek az 1-es-2-es sorra, és onnan lövik meg azokat, akik arra vetemednek, hogy a csata elején már is bázist foglalnak. Szemben meg is jelent ugye egy Ishetes, illetve egy PZE-100-as. Az Ishetes rögtön felvette egy Sidescraper pozíciót, és onnan próbál meg érvényesülni. Nem olyan régen ugye javítottak ezen a tankon, tehát kapott egy kis buffot, vagy buffot, ahogy ki hogy mondja. Ugye keményebb lett a páncélja ezáltal, illetve a parancsnoki kupolán is annyit módosítottak, hogy most már nem olyan könnyű belőni, mint ezelőtt. Hitlőszert töltött. A jakpéze lepattant róla, tehát itt a bizonyíték, hogy nem olyan könnyű belőni. És egy 407-et sikerült elhelyezni a jakpézi L100 felső részébe. Azt a páncélnem, ezt úgy látszik, nagyon könnyen átütötte még így is, hogy valamennyire beforgatva volt, viszont egy 650 bejött az E-100-astól, és csak egy 357 ment cserébe érte. A Sir Hanis megnézte, hogy hol is találták el, de az álcafesték olyan jól rejti a lövés nyomot, hogy nem is lehetett látni, hogy hova ment be a lőszer, amit az E-100-as kilőtt rá. Tehát a testpáncél 254 előről, 76,2 oldalról és 38,1 hátulról, tehát inkább az oldalát, illetve a hátoldalát érdemes lőni. A toronypáncél az 203, körülbelül 127 az oldala és 76 a hátoldala. Azért ez a hitlőszer igencsak bevisz mindenkit, hiszen így alakulnak az átütések, hogy az AP-lőszeri 258, még a hitlőszeri pedig 340, illetve a H-lőszeri pedig 60. Egy picit visszább szorultak, ugye hát fel kellett adni azt a pozíciót, ahol az elején voltak. Nagyon szépen lehet őket szedegetni. Pontos ágyú, ez a 120 mm-es ágyú, 0,33, amit 0,3-ra tudunk javítani. A demonstráció, hogy csak pici rész látszott, csak ki az E-100-asból is még gyönyörűen meg lehetett lőni. Egész gyorsan tölt, ez 9,6 alapból, amit 7,9-re lehet javítani, láthatjátok Hanisnál ez 8,25. Ez a 340-es páncél átütése ugye igen csak minden tankot belül, mindegy, hogy milyen szögbe forgatják magukat, illetve hogyan állnak, hogy legyen az testpáncél, vagy pedig esetlegesen valami toronypáncél. Sikerült ugye a jakpézi N100-nak az aljába egyet, de ő is eltalálta. Hát valószínűsítem, hogy valahol a torony környékét lőhette meg. Ugye itt a test elég jó rejtve maradta a becsetnek a hullája mögött. És szépen ideje megfordulni, hiszen hátulról három tank is bekerült. Egy T-62, egy Ishetes, illetve egy Centurion 7-1-es. Az aljába kapott egyet. T-62, annak meg lehet lőni a parancsnoki kupoláját. Közben a goldlőszerek már elfogytak. A T-62 a fejön oldalazva, hát ez nagyon butaság volt tőle, tehát ez nagyon rossz döntés volt, és ki is szedte. Az Ishetes esetleg mehetne egy H-előszer,
Hát de nem kellett az, mert valahol a tetején azt is belett lőve. Centurion 7-1. Nem is tudom hirtelen, de igen, van egy csillag a neve után, tehát még valószínűleg stok ágyúval rendelkezik. Azért mondjuk vigyázni kell, mert az utolsó ágyú a Centurion 7-1-nek azért 390 környékén bír sebezni. És az bizony ki is lőheti egyet a negy lövésre. Visszább húzódott, de szerintem meg lehet lőni a roncs alatt. Igen. Pontosan, és egy trekket sikerült neki lőni. Na vajon megbírja eddig javítani a lánctalpat? Hát ha nem bírta, vagy ha egy kicsit vacillált, ez bizony az életébe került. T69. Ez mindegy, hogy lőjük, ez mindenféleképpen átviszi a lőszer. És tulajdonképpen számottevő ellenfelek nem is maradtak, hiszen maradt három darab is hármas, akik olyanok, akár egy közlekedési lámpa, egy piros, egy sárga és egy zöld. Nézzük, mit érdemes még tudni a tankról. A sebessége 37 km előre, illetve 12 vissza. Szerintem ez egy heavynél egész jó elfogadható. Az ágyús hűedés egy kicsit rosszabb, mint az előzőeknél, hiszen mínusz 8, illetve plusz 15. Érdekes, hogy a T29-es, illetve a T32-es ugye még 6 fős legénységgel megy, az M103-as már csak 5-tel, illetve ez a 10-es pedig már csak 4 legénységi taggal megy. Tehát folyamatosan a barakba kerülnek a legénységi tagjaink, és addig ott várakoznak, amíg esetlegesen vissza nem fogjuk vásárolni a tankot, az elődjeit. Legtöbbször ugye töltésgyorsítót tesznek rá, vertikális stabilizátort, illetve ventilátort, valamint még van aki, vagy vannak olyanok, akik esetlegesen távcsövet. Fogyó eszköznek tudunk kis javított, kis elsősegélyt, illetve nagy tűzoltót rakni rá, tehát ez a leggyakrabban javasolt, illetve használt fogyóeszközök. Ha nézzük, ugye egyetlen egy is-3-as meggondolta időközben magát, és nem foglalja tovább a bázist, az oldalába sikerült lőni egyet. Ugye megfordult, ide figyel. Nagyon szépen rejtőzködik a roncs mögött. Sikerült is a roncsot eltalálni. Hát igen, ilyen távolságban nagyon kicsi az esélye, hogy egy is-3-as olyat tudjon sebezni, ami számottevő. Még ugye két lövés sikerült bevinni. És valaki ezt be fogja fejezni. Úgy is van. A Jakpézi L100 kilőtte az utolsó tankot. Ez egy acélfal, egy nagy kaliber, illetve egy első osztály lett. 7480 sebzés, és 5370 volt a páncél által felfogott. Köszönöm Sörhánisnak a visszajátszást, nektek a figyelmet, na jó, 12 vagyok, és találkozunk legközelebb, szervusztok!